Az őszi szezon végeztével elkezdődnek a teremfoci tornák, amelyek gyakorlatilag a tavaszi szezon kezdetéig tartanak. Az öreg fiúk tornák népszerűek a szurkolók körében, mivel korábbi kedvenceket láthatnak újra játszani. Újfehértón a hétvégén harmadik alkalommal lép pályára 24 csapat a Diego kupáért. A 35 év feletti játékosokat felvonultató együttesek mérkőzéseit ezúttal három napon keresztül élvezhetik az érdeklődők. Abban változtatunk, hogy nem kétnapos, hanem háromnapos lesz a torna, mert a döntő az utolsó napon nagyon hosszúra elnyúlt, és ugyebár már 35 év felett már nem olyan frissek a fiúk, úgyhogy ezért háromnaposra terveztük. Első két nap csoportmérkőzések, vasárnap elsőjén pedig egyenes kieséses szakasz. A megyéből érkeznek csapatok elsősorban, de Hajdú-Bihar megyéből, Borsod megyéből, illetve Budapestről is érkezik hozzánk, illetve határon túlról, Szlovákia, Ukrajna és Romániából. A szurkolók többek között Dombi Tibort, Szatke Zoltánt, Igor Bogdanovicsot és Orosz Pétert is láthatják a pályán. A torna összdíjazása 180 ezer forint, az első négy helyezett mellett a legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirály is külön díjban részesül.